Kedves nyolcadikosok, ma földrajzórát tartok nektek. Kovács Róbert vagyok, a Szabadkai Bósza Milicevics Közgazdasági Középiskolában tanítok, de ma nektek nyolcadikosoknak tartok földrajzórát. A mai földrajzórán címe a Kárpát-Balkán hegyvidék. A Kárpát-Balkán hegyvidék hazánk lánchegyeinek keleti övezetét alkotja. Emlékeztek az előző földrajzórákról, hogy a Dinári hegyvidék a lánchegyek nyugati övezetét jelenti országunk területén. Kelet-Szerbiában terül el, tehát egész Kelet-Szerbia gyakorlatilag a Kárpátok és a Balkán hegyvidék. Északon a Duna folyó, délen a Ruj-hegység, illetve a Luznice és a Zaplanyai medence határolja. Keleti határa ennek a vidéknek a bolgár államhatár, nyugaton pedig a szerb-macedón masszívum rökhegyei határolják. Ott sorakoznak ugye a déli és a Nagy Morava völgyében. Különféle kőzetekből épült, jellemző a hatalmas mennyiségű és vastagságú homokkőrétegek jelenléte, a mészkő és a vulkáni kőzetek. Tehát a Kárpátok és a Balkán hegyvidék jellemző kőzete a mészkő. Tehát a Dinári hegyrendszer után Szerbiában a Kucsáj-hegységben vannak a legnagyobb mészkő területek. Ahogy tudjátok, a mészkőt az enyhén savas esővíz oldja, így a mészkövön gyakoriak a felszíni karstformák, a karrok és a töbrők. A karrok azok a vízszintes felületen alakulnak ki, és úgy néznek ki, mint párhuzamos bemélyedések, amiben az esővíz csordogál lefelé, és az újabb esők mindig mélyítenek ezeken a karrokon. A töbrők azok kisebb víznyelők, tehát olyan bemélyedések a karsztvidéken, ahol az esővíz összegyűlik, majd a repedéseken, nyílásokon keresztül kifolyik belőle. A felszín alatt alakul ki az igazi érdekes domborzata a mészkő területeknek, a barlangok, a felszín alatti karsztformák, és ez a területe Szerbiának barlangokban nagyon gazdag, a Reszavai barlang, Despotovac városa mellett, a Zloti barlang, Zloti, illetve Bor mellett, a Bogovina barlang, Bóljevácnál, a Ceremosnya barlang és a Duboka barlang Kucsevónál, illetve a Reszavicai barlang Csupria város környékén. Ezek a barlangok, mivel mészkő területeken alakultak ki, cseppkődísszel vannak díszítve, és nagyon érdemes őket meglátogatni. A barlangokat, amelyeket most itt felsoroltunk, meg kell, hogy keressétek a térképeteken. A Kárpát-Balkán hegyvidék, mivel nem csak mészkőből épült ki, vízzáró kőzetek is vannak, a hegységeket ezért erdők és legelők borítják. A hegységekben jelentősek a barna és kőszénrétegek, a vulkáni kőzetekben pedig fémek ércei vannak, a legjelentősebb ilyen fémes ércek a réz, az arany, ezüst, vas és ritka fémek. Ezen a területen van egy olyan vidék is, amelyik viszont nem hegyvidéki jellegű, ez a Duna és a Timok alsó szakasza között elterülő Al-Duna-menti alföld. Ez valójában a román alföld, vagy ahogy a magyar történelmi nevén ismerjük, a havas alföld legnyugatibb kiszögelése. És akkor most ezt meg fogjuk nézni a térképen is, amit eddig tanultunk. Tehát az országunkban a lánchegyek keleti zónáját, ugye a Kárpát-Balkán hegyvidék jelenti, ez Szerbia keleti részét, Kelet-Szerbiát egészében magába foglalja. Az északi határa a Duna folyó, a déli határja, ahogy mondtuk, a Ruj-hegység, keleten a bolgár államhatár övezi, illetve nyugaton a Nagy Morava és a Déli Morava völgyében húzódó rökhegyek zónája, a szerb-macedón masszívum határolja. A Kárpát-Balkán hegyvidék már a nevéből is kiviláglik, hogy két hegységrendszerből áll, a Kárpátokból és a Balkán hegyvidékből.
A Kárpátok valójában a déli Kárpátok nyúlványai azok, amelyek itt Szerbiában a Kárpátokhoz tartoznak, északról érkeznek Románia területéből, ívelnek át Szerbiába, és a Duna a Vaskapu szorossal átvágta magát ezen a hegységen, ezen a gerincen. A Kárpátoknak a déli határa egy mély törésvonal a földkéregben, és Rázsány városa, a Moravica folyó mente, Szokobanyai medence és a Knyázsováci medence az, ami határt képez a Kárpátoknak délről. Ettől a vonaltól délre kezdődnek a Balkán-hegység hegyei, amelyek keletnek fordulnak és Bulgária területén húzódnak tovább. Ezt is megmutatnám a térképen. Tehát a déli Kárpátok Romániából húzódnak át Szerbia területére, és legegyszerűbb a térképen megtalálni a déli határát úgy, hogyha megkeresitek a Moravica folyót, illetve annak a völgyét, itt van mindjárt Szokobanya, Szokobanyai medence és a Knyázsováci medence, tehát ez a terület képezi a határt, ami valójában a földkéregben egy mély törésvonal, ettől a vonaltól találjuk azokat a hegyeket Szerbiában, amelyek a Kárpátok rendszeréhez tartoznak, és tőlük délre viszont azok a hegyek következnek, amelyek a Balkán hegyvidék részét képezik. És akkor újból térképen a feladatotok az, hogy a Kárpátok hegyeit megtaláljátok, bejelöljétek. A legjelentősebbek a Kárpátok vidékének hegyei közül a Mirocs, a Veliki Greben, a Delijovan, a Homoljei hegyek, vagy Homoljske planine, a Beljanica, a Kucsáj, a Rtány és a Tupiznica. Természetesen van még több hegy itt. A Balkán hegyvidék az előbb említett határvonaltól ugye délre sorakoznak, a Stara Planina, amelyik a legkifejezettebb, a legnagyobb hegyvonulat, a Suva Planina, a Svrljigi hegység, a Devica, a Tresibaba és az Ozren. Tehát ezt most meg kell keressétek az atlaszotokban, illetve Szerbia térképén, attól függ, hogy mit használtok. A Kárpát-Balkán hegyvidéken mindenképpen ki kell a magasságával és a hosszú hegygerincével kitűnő Stara Planinát emelnünk. Ennek a nemzetközi földrajzi elnevezése a Nyugati Balkán hegység. Ez a határhegység Szerbia és Bulgária között. Nagyon könnyű megtalálni a térképen, hiszen a két ország határa a hegygerincén húzódik, tehát a Stara Planina. Kelet-Szerbiában egy nagyon érdekes hegycsúcsú, jellegzetes kúp alakú csúccsal rendelkező hegyet is találnak, ez a Rtány hegység. Minden oldalról a Rtány úgy néz ki, mintha egy piramis lenne. A nagy mészkő felszínével és a karsztformáival pedig kimagaslik a Kucsáj hegység. Tehát a Rtány-hegység a Kárpátokhoz tartozik, illetve a Kucsáj-hegység, vagy Kucsájszke planine, lehet, hogy így fogjátok ilyen név alatt megtalálni a térképeteken, a hatalmas karszt, tehát mészkő területével tűnik ki, tehát inkább hasonlít egy dinári hegyvidékhez ez a terület, mint a Kárpátokhoz. A Stara Planina Szerbia legkiterjedtebb magas hegysége, hossza 90 km, tehát a hegygerincének a hossza 90 km. A hegy lábánál erdők, magasabb területein pedig legelők vannak. A gazdasági szempontból azt kell itt kihangsúlyozni, hogy ősidők óta ismert állattenyésztő vidékről van szó, a juhtenyésztéséről híres, és ennek okán a tejfeldolgozásról, és egy különleges sajtféleséget, a kacskavajt vagy kaskavát készítik itt, és gyakorlatilag minden településnek saját sajtfélesége van, ezért írtam oda, hogy sajtfélességekről is ismert. Pirot városa a Piroti medencében pedig a szőtt szőnyeg készítésről volt híres, ez a balkáni területeken a központja volt a szőnyeg készítésnek, ezek ugye a kelimek vagy csilimek, ahogy szerbül mondják.
ez a terület is ki volt téve bizonyos lakosság cserének, tehát a 17. századi névvándorlásokat ugye a törökök elleni felszabadító mozgalmak, háborúk okozták, mert mikor a törökök leverték a fölkelést, akkor a lakosság északra húzódott, elmenekült a megtorlás elől, ettől tartva elmenekült, és az elnéptelenedett területekre később, ugye a Dunán keresztül vlahok érkeztek a Kárpátok vidékéről, és Észak-Kelet-Szerbiát népesítették be, majd 1833 után a törökök aluli felszabadulást követően, illetve amikor Szerbia török az Oszmán Birodalmon belül ugye autonómiát kapott, akkor telepesek jöttek Montenegróból, Macedóniából és Koszovóból erre a területre, tehát a régi időkben itt egy vegyes lakosság alakult ki, amely ugye az idők során egyöntetűbbé vált. A hegyek mellett ugye Kelet-Szerbiára a medencék és a szorosok is jellemzőek, épp a hegyek közötti medencék jelenléte miatt sokkal átjárhatóbb vidék, mint például az országunk nyugati lánchegyövezetében, a Dinári vidéken a terület. A medencék a következők. Az Viska Kotlina vagy Kucsevói medence, a Homolye vagy Homoljei medence, Zsagubica városáról úgy is el lehet nevezni, hogy Zsagubicai medence, a Czörny Timok völgye külön névvel Czörny-rékai medenceként szerepel a térképeken, az Ájecsári, a Knyázsevácsi, a Szokobanyai, a Szfrügyigi, a Béla-Palankai medence vagy a Piroti medence, vagy az Aplányai medence, tehát a medencék nagy része arról a településről, arról a városról kapta a nevét, amely ott alakult ki. A szorosok, ugye a már általunk nagyon jól ismert Vaskapu szoros az északi határa ennek a vidéknek, a Szicsevói szoros délen a Nisava völgyében található, Szicsevói szoros azért jelentős, mert a fő közlekedési útvonalak közül az úgynevezett 10-es közlekedési folyosó vagy korridor, ami Szerbiát, de egész Közép-Nyugat és Észak-Európát is Kis-Ázsiával köti össze Bulgárián köröztül, ezen a szoroson köröztül valósítja meg a kapcsolatot. Tehát itt épült ki a nemzetközi vasúti fővonal, illetve az autópálya. A terület központi területén pedig a Csesztobrodica szoros az, amelyik ugye összeköti a Nagymorava völgyét és a Timok völgyét. És végül a területnek a legkisebb területegysége, régiója az Aldunamenti Alföld. A Kárpátok hegyeitől keletre a Negotinska krajina és a Kljúcs vidéke az, amelyik ide tartozik. Ahogy már a bevezetőben említettem, ez a román alföld legnyugatibb kiszögelése. Egyben ez Szerbia területének legalacsonyabban fekvő síksága, ez azt is bizonyítja, ugye, hogy a folyók folyása a terepet követve, a lejtést követi, és láthatjuk azt, hogy Szerbia területén ugye a Duna itt lép ki, illetve a Timok, ahol beleömlik, ez egyben az a terület, ahol országunknak a legalacsonyabb a tengerszint feletti magassága. Negotinska krajina és Kljúcs vidékének gazdaságában a legnagyobb jelentőség a halászatnak, a Dunán zajló folyami hajózásnak jut, és a szőlőtermesztésnek, a borászatról nagyon ismert a vidék. És a mai óra végén az összefoglalás néhány pontban, tehát miről is tanultunk? Tehát arról tanultunk, hogy a Kárpát-Balkán hegyvidék alkotja hazánkban a lánchegyek keleti zónáját, keleti övezetét. A Kárpátok szerbiai hegyei a déli Kárpátok nyúlványai, amelyek Romániából húzódnak át. Ezek a Rtány, a Kucsáj, a Beljanica, a Homoljei hegyek, Delijován, Mirocs, Tupiznica és mások. Tőlük délre helyezkednek el a Balkán hegyvidék hegyei, a Stara Planina, amely egyben határhegy Szerbia és Bulgária között, a Trecsibaba, Ozren, Devica, Szrügyigi hegység, Szuva Planina. És a terület legkisebb, de nem
hegyvidéki jellegű vidéke, az Al-Dunamenti Alföld, ami két kisebb régióból áll, Negotinska krajinára és a Kljúcs vidékére terjed ki. Köszönöm a figyelmeteket, és van egy javaslatom, hogy mivel most ugye befejeztük gyakorlatilag Szerbia domborzatának a tanulmányozását, mindazt, amit az Alföldről, a Kárpát-medencéről, a Pannonalföldről, ennek a déli peremvidékéről és a hegyvidéki területekről tanultatok, készítsetek erről egy összefoglaló táblázatot, hogy milyen domborzati formák, milyen földrajzi nevek, tehát térképen megkeresendő objektumok jelentkeztek a tananyagban. Ez nagyon hasznos lesz majd a fölkészítésre, arra a fölkészítésre, fölkészülésre abban, hogy meg tudjátok majd oldani az esetleges ellenőrző fölmérőket, teszteket, de még ugye a középiskolai beiratkozáshoz is szükségetek lesz erre. Jó tanulást kívánok!